Közel 1 millió ember él Szabolcs-Szatmár-Bereg és a romániai Szatmár megyében. Több évtizedes múltra tekintenek vissza a két terület közötti együttműködések. Ezekben nagy szerepük van a civil szervezeteknek a határ mindkét oldalán. Összefogásukat közös az Európai Unió által finanszírozott pályázati csomagok és a magyar kormány programja is segítették. A Nemzeti Együttműködési Alap kiírásainak köszönhetően is sok civil talált egymásra, lefedve a társadalom minden rétegét. A fiatalok körében mások mellett táboroztatás, néptánc oktatást valósítanak meg, de a szépkorú egyesületek között is létrejöttek együttműködések. A civileken keresztül nagyon sok minden olyan dolog valósulhat meg, amit mi olyan kormányzatok nem tudunk megvalósítani. Ezért nagyon fontosak ezek a pályázatok. Az idén ugye egy rendkívüli évben vagyunk, kevesebb személyes találkozóra került sor, de ezek már olyan érettségi fokon vannak, hogy túlélik ezt a vírust, ezek a kapcsolatok is. A politikai vezető úgy látja, Szatmár megyében nagyobb társadalmi támogatottsága van a magyar civil szervezeteknek, mint a románokénak. Segítésükkel a határon túli vidékfejlesztésre is biztosít forrást Magyarország. Mi működhetjük Szatmár megyében, és nem csak Szatmár megyében, hanem egész Partiumban a falugazdászhálózatot. Ez is magyar kormány támogatásával tud működni, és egy olyan hiánypótló tevékenységet tud betölteni a gazdálkodó emberek számára, amit a román kormány nem tud biztosítani. Emellett falugazdászhálózattal kialakítottunk egy, úgy gondolom, hogy Szatmárban egyedi dolgot, a szatmári termékek projektünket, ez egy védjegyrendszer, amivel a helyi gazdálkodók, a helyi termelők életét igyekszünk megkönnyíteni. Havi vásárokat szervezünk, online marketinggel segítünk a termelőinknek, illetve igyekszünk piacot biztosítani a gazdálkodó embereknek. A parlamenti képviselő hozzátette, a jövőben Magyarországra is kiterjeszthetik a szatmári termékprojektet. Szavai szerint a cél ennek mintájára egy EU-s védjegyrendszer kidolgozása lenne.